Köszönöm szépen a felkérés és a lehetőséget. Kedves magyar testvéreim és azok, akik nem a mi népünkhöz tartoznak, de az Istentől nyert egyetemes emberség rendjében kívánnak a békéért kiállni a háborúval szemben. Köszöntöm Önöket a Hazatérés temploma, presbitériuma és gyülekedete nevében, és Keresztényi erkölcsi kötelezettségemnek tartom, hogy itt legyek, és szót emeljek azon háborús uszítás ellen, mely háborús pszichózis felkeltésével folyik a nyugati fősodratú média legtevékenyebb közreműködésével. Dosztojevszki, a nagy orosz író mondta, hogy aki nem érzi lába alatt a földet, az Isten sem érzi. Nos, kimondhatjuk Putyin elnök úrról, hogy ő érzi lába alatt a földet, az orosz földet, az orosz anyaföldet, szülőföldjét, és érezni is kívánja a továbbiakban is népével együtt, és nem szeretné, hogyha idegen hatalmak érdekei szerint olyan helyzet teremtődne, hogy egyszer csak kihúznák a lábuk alól a szülőföldet. Mi magyarok komoly küzdelmet folytatunk, és nem egy esetben, már-már szinte utóvét harcolt szülőföldünk magyarként történő megtartásáért. És a trianoni országvesztés tragédiája bennünket újra és újra figyelmeztet, hogy igen, lehetséges az, hogy egy nép elveszítse szülőföldjének jelentős részét, döntő részét. És akkor, amikor a békéért kiállunk, akkor szívünk elsőrenden Kárpátaljára gondol, kárpátaljai magyar és ruszin testvéreinkre, és úgy véljük, hogy őket is ugyanúgy megilleti a nemzeti önrendelkezéshez való jog, mint minden más népet és nemzetet szerte Európában és szerte a világon. És ennek kapcsán fontosnak tartom hangoztatni azt, hogy ha az orosz nemzetiségnek ezen jogát megtagadjuk, megtagadja Európa, megtagadja az úgymond művelt, civilizált nyugat, akkor milyen alapon képviselheti más népeknek az önrendelkezési jogát? Az észekét, a lettekét, a litvánokét, akit hasonlóképpen megillet ugyanez, de mondjuk, hogy az ukránokét is megilleti ugyanez, és én fontosnak tartom e tekintetben felidézni azt, hogy hihetetlen szenvedést élt át az ukránság a sztálini terror alatt, gondoljunk csak a holodomorra, Ukrajna kiéheztetésére. De hogyan elhangzott már ezen a rendezvényen, nem lehet a mai Oroszországot a sztálini Oroszországgal azonosítani, ahogy az egyik kedves honfitársunk külön föl is emelt egy ilyen írás, jelezve azt, hogy Putyin nem egyenlő Sztálinnal, ahogyan Oroszország nem egyenlő a Szovjetunióval. Oroszország nélkül nincs Európa, Oroszország nélkül nincsen egyetemes emberi civilizáció. Az orosz néplélek hihetetlenül gazdag kincsét hozta fel annak a csodának, amelyet Isten eleve elrendelő, teremtő gondviselő és újjáteremtő akarata egy népen keresztül mindannyiunkat gazdagítva adni kívánt és tudott is. A testvéreim, álljunk ki együttesen ezért a békességért. És engem senki nem úgy ismer, mint aki Orbán Viktornak a személyes híve lenne, vagy tanácsadója, de egy bizonyos, testvéreim, hogy ismerjük azért azt el, hogy amit Orbán Viktor ma képvisel Oroszországhoz fűződő viszony tekintetében, az a józanság lelkének a lenyomata és képviselete egy olyan világban, ahol a nyugat és elsőrenden az Amerikai Egyesült Államok nem akarja tudomásul venni, hogy egy atom nagyhatalommal szórakozik, a tűzzel játszik, és ez hihetetlen kockázatokat rejt magában. Magyarország ezt a kockázatot nem kívánja vállalni. Európa ezt a kockázatot nem kívánja vállalni. És nem csak az ukrajnai oroszok nem kívánják vállalni, hanem az ukrajnai ukránok sem kívánják vállalni, az ukrajnai magyarok, lengyelek, románok sem kívánják vállalni. Mi a igazi békességért kívánunk kiállni, és mondjuk ki, hogy a békességért nem elég csak imádkozni, azért dolgozni is kell. A Debreceni Református Kollégium mellvédjén szerepel a felirat, orándó et laborándó, imádkozzál és dolgozzál. A kettőt egymással szemben kijátszani, felcserélni nem szabad, nem lehet, hiszen a súlyos következményekkel jár. Én a templomomban imádkozom rendszeresen a békéért.
Én kérem önöket, önök is tegyék meg mindezt, mert Isten ereje nélkül ez majdhogy nem lehetetlen. Szinte háborúra vagyunk ítélve. Az utolsó tűzoltásos akciókat végzik a politikusok, akikben megvan még a jó érzés és az az emberség, amelyet Istentől nyertek. De dolgozni is kell érte, a békességét azt meg kell teremteni. Isten áldja azokat a vezetőket, akik ezért a békességért munkálkodnak, és akik a háborús gépezetet kívánják leállítani. És ilyen értelemben áldást kívánok, igen, Magyarország miniszterelnökére, minden pátoskodás nélkül, arra a tárgyalásra, amit ma az orosz elnökkel folytat, és áldást kívánunk Putyin elnök úrra, és természetesen áldást kívánunk az orosz népre. Teszem mindezt úgy, mint egy olyan embernek a fia, aki 56-ban elsőként húzatta meg a Kálvin téri református templom harangját az 56-os forradalom és szabadságharc mártírjainak tiszteletére. Az ő szent lelkes szabadságharcos küzdelmük is erre készített engem. Sose gondoltam volna, hogy a keresztény értékrendek és az európai civilizációnak utolsó mencsváraként, bástyájaként fogok én magam Oroszországra tekinteni. De hát így hozta a sors, így hozta az az idő, amelyben élünk, ragadjuk meg a lehetőséget, álljunk ki az igaz emberségért, az Istentől nyert keresztény értékrendért. Isten áldja önöket!